Sziasztok! A mobilfotósuli mai részében megtanuljuk, hogy hogyan kell gyönyörű tájképet készíteni, ebben ismét Márk lesz segítségünkre. Itt vagyunk Szentendrén, itt szerintem minden adott egy ilyen szép fotóhoz, van rengeteg zöld terület, itt a Duna, úgyhogy szerintem alapból is elég szép kép lesz. Márk, én kiszúrtam magamnak így ezt a területet itt mögöttünk. Segíts nekem, kérlek, hogy lesz ez még annál is szebb, mint a valóságban. Alapvetően, ha megnézel egy csomó tájfotót, akkor általában ez a harmadolás, ami ott van a gépeden, az amúgy egy komponálási segítség is, azon kívül, hogy milyenek a vonalak tartások. Uh-huh. Ott megtaláld rajta középen a horizontot, és általában úgy szokták elosztani a képeket, hogy kétharmad, egyharmad arányában, kétharmad mondjuk az alsó rész, és egyharmad a felső az ég. Hát egy picit döntsd még följebb. Még egy picit, ez most szimmetrikus, uh-huh. Egy kicsit még mész fölfelé, ez így egy harmonikus dolog tud lenni, attól függően, hogy mi van itt alattunk, tehát mi van a talajon. Lehet, hogy érdekesebb lesz egy picit elfordulni a sziget fele, ott meg kicsit több vizet lehetsz, és egy kicsit nagyíts bele. Minél több legyen a természetből, kevesebb a technoszférából. Uh-huh. Nézd, egy picit még arra megyünk. Ez már valami itt fönt. És akkor itt szintben van, úgy látom? Itt nagyjából igen, ha látnám, akkor azt mondanám, hogy jól látom. Na most a kérdés az, hogy itt vannak olyan funkciók, amik például a professzionális módban azt hiszem benne van. A professzionális módnak az a lényege, hogy te tudod állítani, itt van egy csomó sor, hogy meghatározni az érzékenységét a képnek, meg tudod határozni azt, hogy milyen blend értéken, hogy milyen záridőn menjen. Tehát itt tudod szabályozni azt, hogy mennyi fény érkezzen be az érzékelőre, tudod sötétíteni, világosítani a képet, illetve a fókuszpontot ki tudod jelölni, hogy mire méri a fókuszt. És mit szólnál ahhoz, hogy csinálnánk egy panorámát? Csináljunk egy panorámát. Erről a gyönyörű panorámáról. Ha remeg a kezem, az mekkora probléma egy panoráma készítésnél? Hát alapvetően lehetne probléma, de ezek már szoftveresen annyira ki vannak segítve ezek a telefonok. Igazából amit fényképezel, az még egy állóképnél sem igaz, tehát annyira belenyúl a fényképezőgép, hogy elhívja magadról, hogy egy nagyon jó fotós vagy, így a panorámát is ki fogja egyensúlyozni. Pont jön egy sétahajó, szépen megtöri, mehetsz tovább, benne lesz a több is. A házat már nem akartam. De akkor benne lesz a stáb is. Akkor csináljunk egy ilyen. Ez lényegében egy 360 fokos panoráma, ami akár feltölthető a Facebookra és körbenézhető. Igazából itt nagyon gyönyörű maga a táj, tehát szerintem még én is nagyon szép képeket csináltam, pláne a te segítségeddel. Mi az, amire tényleg mindenféleképpen figyelni kell, ha valaki egy profi tájfotót szeretne telefonnal csinálni? Szerintem igazából nincs olyan, hogy amire figyelni, nem szabályrendszer szerint kell fényképezni, és amúgy ez az egész fényképezésre úgy, hogy van igaz. Tehát, hogy ezt mindent érzésből komponálsz, érzésből csinálsz. Beszélhetünk fizikai paraméterekről, szabályokról, mint amit mondtunk, hogy a blendével tudod határozni, hogy milyen mennyiségű fény érkezzen, milyen világos sötét legyen a kép. Az, hogy alapvetően a tájképek 90%-ánál egyharmad talaj, kétharmad fölös, tehát hogy alulra van komponálva a kép inkább. Én a feleset szeretem, szerintem ez mindenkinek a saját egyéni érzése, hogy tetszik, hogy szereti, minél többet csinálja, annál jobban ki fog alakulni ez az egyéniség benne, amitől az ő tájképe lesz a legszebb, és vagy legalábbis számára a legszebb, és úgymond tökéletes. Tehát a lényeg, hogy kísérletezzetek érzésből, és a végeredmény biztos, hogy olyan lesz, ami a szívetekhez közel áll. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!